érdeklem, jegyezze meg. Most azért én nem fogok három szavas ízét adni, hogy az ő hülye agyával meg tudja jegyezni. Hát kit érdekelt? Az nem kérdés, hogy baromi jó vagyok, érted? Tehát ez az alap. Azzal az alapvető igazsággal nincsenek tisztában, hogy kussoljál már, ha valamihez nem értesz. Én nem akarok vadidegen emberekkel beszélgetni, nem érted? Olyan nehéz ezt felfogni? Én ezt értem, hogy csak riporterként viselkedem, és feltettem a kérdéseket, amit gondolom, hogy az emberekben is emberekkel. De nem akarok vadidegen emberekkel beszélgetni. Értem. Kívánok, több szempontból is rendhagyóan mai elviszlek magammal. Először is azért, mert hajnali 4 óra van, és most indultunk. Másodszor azért, mert ide megyünk a szomszédos Barcelonába a mai vendégemért, vagy vendégemhez, aki nem más, és ezért harmadszor is rendhagyó a mai adás, mint egy olyan ember, aki már járt a műsorban, még az ősidőkben, amikor sokkal-sokkal rövidebb epizódokat készítettünk a YouTube-ra, ő pedig Nárai Tamás, aki meginvitált minket spanyolországi otthonába, hiszen kiköltözött oda. Ja, és még van, amiért rendhagyó a mai adás, mert erre a kalandra nem Sanyi, a szokásos operatőr kollégám kísér el, hanem az én drága öcsém Détót András Bandi. Nem akartam az ő arcát is megmutatni ma reggel, de ha már így alakult, akkor megígérem, hogy Barcelonáig próbálunk felébredni. Átöltözött a főnök. Hát, nem lehet a Nárainhoz csumpin érkezni. Jaj, mediterrán illat van. Ott van a maestro. Hát milyen hosszú a hajad? Jó lett, frissen üdél. Hola. Hola. Ketál? Ketál, muy bien. Na gyere, akkor megmutatom, hogy hol van a... Jövök előre. Abszolút. Jövök előre. Igen. Na most szeptember... Nem, október van. Szeretnék szólni. Igen, itt van az uszoda. Uszoda. És ez így néz ki. Tenger. És akkor itt szoktatok ejtőzni? Itt szoktunk ejtőzni, meg itt üldögélünk, meg nem tudom, ez egy ilyen szép, nagy, dupla nappal is lakás. Várjál, Tamás, és ezek eredeti náraik? De ezek festmények, igen, de ezek csak nyomatok, mert a... Igen, mert nekünk már nem jutott. Elkapkodták? De komolyan. Most a Gödöllőről is elhoztuk az utolsó képeket, innen is be kellett vinni mindent a galériába, úgyhogy ezek már csak nyomatok. Nekem nincsenek eredeti festményeim saját. Nekem már nem jutott, nem maradt. Jó, hát nem soha sírok. Soha ne legyen rosszabb neked ennél. Nem sírok, soha ne legyen rosszabb dolgom. Nem itt, hogy el. Úgyhogy ezek itt csak nyomatok vannak. De láttam, hogy mindenhol a sajátok, tehát hogy más nem is kerülhet föl. Hát ez... Ne hülyeskedj, ez tök egy... Nem. Tudod, hogy ki vagyok? De, hát nem, ez egy Sárközi Erzsébet, ez a pici akvarell, ezt nagyon szeretem, ezt a képet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép kép. Ide, igen, 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 igen. Más, de ez is az enyém, tessék. Igen, látom, na. Látom. És akkor felismerni itt van vélem a stílusjegyeidet. Te ide hallgass. Oh, na, és akkor itt van a tenger. Na, érted, tehát ez a szar. Azt a mindenit. Tehát ez a de szar. És itt fellépsz néha? Várjál, persze. Már nem hát, effektíve, nem. Úgyis, de... Te kézed el, letettük az ágyat, minden, na, jó, gyönyörű lesz, és nézzük a tengert, napozunk meg minden, és semmit nem lehet látni, mert kőkerítés van körbe. Hát mondom, ez pont ugyanolyan, mint hogyha a Lichthofba feküdnék. És akkor csináltunk ide egy dobogót, hát alkalmi jelleggel itt azért fellépek, és előreklem. Egy karaoke partit itt lehet, igen, alkalmi jelleggel. De így viszont, ha lefekszel, akkor ezt látod. Ez meg itt alattunk a terasznak a teteje. Úgyhogy, na, hát... Szerény kis lakod, de nagyon... Ez hogy... ilyen borzalmas. Igen. Itt el lehet durcáskodni, meg azért és azt tudod, micsoda?
az a Casas del Mar. Kérlek szépen, abból csináltak egy ilyen, most egy ilyen abszolút hiperluxus szállát, és ez Franco tábornoknak volt a villája. Tehát, hogyha inspiráció kell valami regényhez, vagy nem tudom, akkor... Benézünk a kutyák szobájába, meg a kutyák közben teraszán. Elnyugodtak ugyanis a kutyák. Igen, igen, közben elnyugodtak, itt vannak ebben a szobában. A francokat nyugodtak. Szervusztok! Na, ez a kutyáknak a szobája. Gyere csak, légy szíves! Megmutatom nektek, mert saját teraszuk is van a kutyáknak. A kutyáknak van terasza. Kárlikám, és... felállsz onnan? Gyere, légy szíves! Kinéztek? De ez nem zárod be őket, vagy? Nem, nem szoktak bezárva lenni, az mindenkinek csak a saját az házik olyan. Igen, mert ők amerikai származású kutyák, ezért van az amerikai zászló, hogy valami kis homeland legyen. Csincsó, hova mentél? Gyertek, légy szíves. Na, ez a kutyák terasza. Itt szokott lenni nekik egy napernyő. Ja, és akkor itt néha elpippantanak egy cigit? Egy napernyőt felhúzol nekik? Felhúzom, igen. És itt szoktak héderezni? Itt, hát figyelj, mikor elmegyünk itthonról, azért nem akarom, tudod, hogy... Ja, akkor ezt nyitva hagyom nekik. És akkor ezt nyitva hagyom nekik, és akkor ők itt, hogyha kijönnek, ha véletlenül úgy alakul a dolog, akkor a kavicsokon el tudják intézni a dolgot, és akkor azt le is lehet mosni, szóval nincs semmiféle kényszer. Óriási. Te és ők hogy érzik magukat itt Spanyolországban? Szerintem Isten ilyen. Hogy érzitek magad, Kárl? Hogy ő a Kárl? Ő az Oszkár. Oszkár, ne haragudj. Gyere csak ide, légy szíves. Hogy érzed magad Spanyolországban, Oszkár? Azt mondja, ő nem nagyon tárgyal. Nem. Gyere ide. Szeva, jól érzed magad, csinos. Jól van. Frisco. És igen, látom, és azonnal jönnek szeretet érted, hogy igen. Van féltékenykedés, igen. Mi, mint igen. A gyerekek. Tolja egyik a másikat el. Igen, 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 igen. Na ez a kilátó itt, és mi, látod, ott a Franco villa, a mi házunk igazából nem is látszik, mert ott vagyunk mi, az az első sor, és az a második sor ott de fölöttünk. Az a lakótelep, hát most ez az egy érdekes szó, de az a lakótelep, ahol igen, laktok. Igen, igen, hát egy lakótelepen lakunk, igen, érted, most mit mondjak. Kreálod itt nekem a bulvár főcímeket. Igen, Nárai Tamás lakótelepre költözött. Spanyolországban. Spanyolországban. Ez egy természetvédelmi terület itt egyébként. Aha. És mennyire vagytok ti mondjuk a helyi közösségnek a része? Tehát elmentek-e, ismeritek-e itt a helyieket, vagy inkább, nem tudom, egy magatok, nem ugye nagyon, te alkotsz? Nem nagyon barátkozósak egyébként így nem? Az emberek, nem, tehát nincsenek ilyen összejárások, meg nem tudom én. Hát szépen lassan azért alakul egy baráti kör, tehát hogy megismerkedünk különböző emberekkel, bankban, ingatlanügynök, galéria, pincér, nem tudom, tehát hogy így azért alakul egyfajta társaság, de hát azért az egy hosszabb idő. Meg azért otthoni kapcsolatok maradtak, de szóval őszintén szólva nagyon jól érzem magam egyedül is, szóval nem hiányzik úgy, hogy ez az állandó pesgő, zsesgő, nyüzsgő, mozgó. Tehát ez azért nem hiányzik. Ez neked elég nagy kontraszt, nem? Tehát ahhoz képest, vagy te nem tudom, mennyire éltél remete életet mondjuk Gödöllőn, már az utóbbi, a költözés előtti néhány évben. Attól más, hogy most képzeld el azt a szituációt, ugye téged is megismernek mindenhol, ahova mész. Előfordul, igen. Igen. Engem is megismernek zömmel. Most képzeld el azt a szituációt, hogy te nyugodtan, bármilyen szituációban lehetsz, közlekedhetsz, itt senki nem tudja, hogy te ki vagy. Na most egy olyan embernek, akinek mindig figyelni kell arra, hogy mi van rajta, mit vesz fel, mosott te hajat, hogy néz ki, mit szólt, milyen gesztusa volt, megköszönte a pénzt, és akkor nem akar, ugye, bulvár sajtóba, hogy Nárai Tamás összeveszett a pincérrel az étteremben, s a többi nem részletezem, akkor ezt állandóan beviselkeded magad, meg a szituációkat, meg minden. Soha nem vagy az, amilyen hangulatod éppen van, vagy egyáltalán. Itt viszont egy olyan kényszer szűnik meg, amikor csak is és kizárólag te magad lehetsz. De azt rólad nagyon nehezen képzelem el, hogy te nem csinálod meg a hajad és öltözöl fel szépen, mondjuk, ha lemész. Pedig de. Tényleg? Pedig de. Igen. És akkor lemész a piacra csompiba, vagy hogy? Abszolút nem. Most és már, hogy kell elképzelni? Megnőtt a hajam, de most már össze lehet fogni lófarokba. Hát most mit tudom, én úgy utaztam is, hogy összefogom egy lófarokba, azt van rajtam valami póló, meg valami nadrág,
Azt két napig is ugyanaz, vagy három, ne. Persze, hát most nem érdekel ez engem. Eljöttél, de azt nem mosol? Nem nagyon. Köszönjük az újabb bulvár címet, szerintem menjünk tovább. Mit kell tudni erről a környékről? De ezen a környéken nagyon sok galéria van, ez egy ilyen kis művészeti központ. Ez például egy afrikai művészeket tartó galéria. Írtó izgalmas kiállítások szoktak lenni. Nagyon furcsa, hogy hogy látják a világot ezek az afrikai művészek. És az a vicces, hogy minden galériának megvan a maga profilja. Aha. Tehát, hogy van, ahol csak szlávok vannak, van, ahol modernek vannak, van, ahol absztrakt, van, ahol figurális. És volt egyszer nagyon érdekes, hogy bement a menedzserem az egyikben, mondta, hogy hú, itt milyen jó lenne egy-egy képet tartanán, minden. És akkor kérdezi a tulajdonos, hogy a művész él még? Mondta a menedzser, hogy jó, de persze, hogy akkor nem jöhet, mert itt csak halottak vannak. A ti galériátok hogyan definiálja magát, vagy hogy helyezi el magát ezen a piacon? Tulajdonképpen a megnevezés ugye az, hogy Tamistarte Art Gallery based on Tamás Nárai's painting. Tehát, hogy ugye az alapot azt könnyen én adom. Könnyen megjegyezhető, rövid, blikfangos név. Igen, de hát ezt én tudod, mindig leszarom, hogy nem akarok senkinek a kedvébe járni. Ha érdeklem, jegyezze meg. Most azért én nem fogok három szavas ízét adni, hogy az ő hülye agyával meg tudja jegyezni. Hát kit érdekel? És kérlek szépen, egyébként Tamistarte ez egy nagyon jó kis spanyolos név, úgyhogy ezt meg is tudják jegyezni, de nekem van egy olyan elképzelésem, hogy egy kicsit megmelegszünk, és mi fogunk magyar képzőművészeket tartani még. De volt is már ilyen tárlatod, nem? Vagy volt már, nem, hogy csak terbe volt terbe véve. Volt véve, ha már beszéltünk egyszerűen. Weiler Petivel, Kőszegi Flóra, egy-két olyan jobb ismerősöm, Nagy Bogi, nem tudom, még egy-kettővel már beszéltem, és csak azért hadd melegedjünk meg, mert hogyha minket se ismernek még úgy, tudod, akkor nem tudok először segíteni. Először tanulják meg a galéria nevét. Úgy van. Azt és majd utána hozzuk a magyarokat. Mindazt a 25 szót. Na most figyelj, figyelj, de ez a... Ez gyönyörű. Ez kérlek szépen, ez a városháza. Városháza. Igen. Casa de Villa. Ez a városháza. Illetve a hát most filmfesztivál van. De filmfesztivál van, és most okay. Tele van. Ez meg a templom, hátul a templomkert, és ott az oldalában meg van a kolostor, meg egy nagyon szép vár, majd oda elmegyünk, és hát ez itt a fő vonulat, mert itt lehet lejutni a tengerhez. Hát akkor jó helyen vagytok. És itt a galéria. Látom. Tehát ott, na tessék, itt van. Tamistarte Art Gallery. Hát most paintings az... by Tamás Nárai. Nem, még based. Ide... Látod, based te se tudod. Hát mert egy... De te ezt leszarod. Hát pontosan. De még itt egy csomó hely van, ide még írhatnátok. Hát most vágatjuk a betűt. Jó, légy szíves. Na. Szóval itt vagyunk bent, ennyi. Amúgy kicsi, de nagyon kis szép. És vagy legalábbis nekem tetszik már, jó, az a lényeg, érted? De hogy ez te vagy, mi? Nem? Ez most mind én ez vagyok, most mind igen. Vagy. Na most ebben mert vannak ez azért koraiak, föl lehet ismerni, tehát van ennek vannak egy... korai művek, meg vannak, mert muszáj volt mindent behozni, érted? Mm-hmm. Mert már amivel nyitottunk, az egy hónap alatt eltűnt. De hogyan? Figyelj, tehát, hogy már fogalmam nem úgy értem, hogy értem, mert hogy tehetség és jó, a többi. De nem tudom. De nem hogy tudom. Az ember ide jön, úgyhogy előtte csak nyaralgatott itt. Igen. Kivesz itt egy ilyen központi galériát, ami mondjuk, hogy mondjam, tehát azért az kockázat is anyagilag, meg minden, hogy erőforrásokban. És akkor bejössz, kirakod a festményeket és elviszik? Igen. Tehát ez így történt? Igen. Én ezt szerettem volna csinálni. Elhatároztam magam, könnyen ment, mintha kikövezték volna az utat, mesélhetném hosszasan, részletesen, de nem mesélem, lényeg az, hogy itt vagyok, de lesz egy nagyon fájdalmas dolog, amit most mondok. Szóval az van, arra jöttem rá, hogy Budapest nincs rajta a térképen. Már a művészeti szempontból? Művészeti szempontból biztos. Nincs rajta a térképen. Tehát én nem lettem 3 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt jobb festő, mint amilyen eladdig voltam. Viszont nincs az a vásárlókör, nincs az a turizmus. Tehát ugye, gondold végig, itt előfordul az a turista, sőt, azok vannak többségében ezen a galériás részen, aki 2-3-4-5 ezer euróért stand a pityere tud venni egy képet. Az azt jelenti, hogy idején azt kifizetik készpénzben? Úgy. Igen, meg kártyával. Meg kártyával. Igen.
Tehát Magyarországon ez a turista nem ez jellemző. Igen, mert most itt vagyunk Barcelonától 20 kilométerre, egy mondjuk úgy fogalmaztatok, mint mondjuk Tihany, tehát ahol mondjuk a barcelonai elitnek itt azért vannak lerakatai, ez bevonja azt a turizmust egyébként külföldről is. Én ezt értem, de hát akkor is valamint meg kell belőled értenünk ahhoz, hogy el akarja vinni 5000 euróért. Hát az nem kérdés, hogy baromi jó vagyok, érted? Tehát ez az alap. Elnézést. Tehát, hogyha ez az észre... Örülök, hogy ezt te mondtad. De rögtön ezt azért szögezzük le, hát nem leszek húzzuk álszerű. Húzzuk alá. Igen. Tudod, egy kis markerre jelentsük ki. Na jó, viccet félretéve. Szeretik a képeimet, mert pozitív hangulatú képek, erőt sugároznak, dinamikát adnak, például ez az aranykép, vagy az a fölső. Ezt például gondold el egy étkezőasztal mellett, vagy egy nappali szobában. Vannak drámai hangulatú képek, mert ez a Merkurius például, ez egy súlyos kép, mondjuk ez például egy férfi dolgozó szobába való. És hogyha most bejön ide az üzletemre, és azt mondja nekem, ez kell, akkor mennyit hát kell? Leakasztjuk és elviszi. Mennyiért viszi el? Nem tudom. Robi, mennyi a Merkuriusnak? Mennyi? 7500 euró. Van nálad pénz, van? Van, 55 euró. Jó, 100-as nálam is van. Azt a csíkot meg. Van egy vérkeringése a dolognak, és minden képzőművésznek itt kell, hogy legyen menedzsere, és nekem is van, azért az jelentős, mert igaz, hogy Magyarországon van, de azért ezzel együtt az online világban ez már nem egy olyan probléma. Tehát kintről, vagy kintről, szóval, hogy otthonról menedzselik az itteni munkádat. Igen, igen. De ez nagyon ügyes a Marian, és nagyon felkészült, nagyon jó networkkel rendelkezik a világban sok felé. Hát most például 2020-ra Szent Moritzban a Kempinski-be szervez nekem egy nagy kiállítást. Úgyhogy ezek, hát tudod, így összeérnek a dolgok. És, de az biztos, hogy szóval, hogyha a kép nem tetszik, akkor teljesen mindegy, hogy ki áll mögötte. Tehát ha nem lennék jó, akkor nem vennék. De szerettem volna kilukadni. Segítek. Köszönöm. Na nézzünk. Menjünk lejjebb. Mennyire hallatszik el hozzád az, ami otthon van, mondjuk akár az itteni tevékenységről, végedről, vélt vagy valós okokról, hogy miért vagytok itt kint? Tehát mennyire figyelsz arra, hogy ott mit mondanak rólad ma, meg hogy te miért vagy itt, miért jöttél itt, hogy... Na, szóval érted? Értem én a kérdést, igen. Amúgy nem tudok elszakadni teljesen az otthoni valóságtól. Van egy folyamata a leválásnak, meg ezt úgy is fogom én föl, mert ez azért egy bizonyos fokig ez egy gyászmunka. Őszintén szólva megviselt, hogy hátra kellett hagyni mindent, ami addig volt, és egy merőben új életet kellett elkezdeni, felépíteni, megszervezni. Nehezen veszem tudomásul, hogy Magyarországon az embereknek mindenről van véleménye, ha kell, ha nem, meg azt el is mondják, de már most egyre kevésbé érdekelnék, amíg vannak ilyen kirohanásaim, mert az igazságtalanságot amúgy nehezen tűröm és nehezen tolerálom. És amennyi publikus lehet ebből a dologból, hogy nem miattam, hanem miattatok, hogy én nem szerettem nézni azokat a folyamatokat, amik otthon zajlottak. És mikor elkezdett engem is érinteni ezeknek a folyamatoknak bizonyos része, akkor úgy döntöttem, hogy az egyetlen megismételhetetlen és egyébként csodálatos életemet én erre nem fogom ráhagyni. Beszélgetünk itt most már majdnem egy napja. És az fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire vagy te illúzióvesztett. Nagyon. Nagyon. Nem. Nem szeretnék egy ilyen megbántott, sértett szerepben tetszelegni, de közben azt hiszem, hogy felfedeztem, hogy néz ki a valóság. És hogy néz ki?
A valóság az az, hogy nagyon kevés a, hogy is mondjam csak, a tolerancia bármi iránt. És nagyon nehezen tudnak az emberek elfogadni bármit is, ami mondjuk az ő elképzeléseiktől eltér. És te egy olyan karakternek látod magad, aki hajlamos arra, hogy mondjuk az úgynevezett átlagos elképzelésektől eltérő dolgokat fogalmaz meg, és képvisel, és csinál. De remélem, hogy nem csak olyannak látom magam, hanem olyan is vagyok. Aha. Remélem. Igen, tulajdonképpen pont azt így összegezgettem magamba, hogy most ugye itt élek már egy jó ideje, és pont azt összegezgettem így magamba, hogy a 90-es évek eleje óta én viszonylag hamar átjöttem azért a Rivaldán, hamar megismerkedtek velem az emberek, mert érdekesnek tartották a személyemet, az egyéniségemet, vagy azt, amit csináltam éppen. Ahogy az utolsó reggel Párizsban is írtam, hogy szerettem volna képzőművész lenni, hát ez végigkísérte az egész életemet. By the way, voltak ilyen varga betűk, hogy divatbemutatókat rendeztem, divatot terveztem, könyveket írtam, amit még írok is, mert az egy nagyon jó kikapcsolás, de hát azért ez volt a fő sodor, csak ez valahogy úgy alakult, hogy ez kvázi titokban maradt. Noha nem volt titok, csak egyszerűen így alakult a helyzet. És az elmúlt 30 év alatt, amit így nagy vonalakban 30 év, amit eltöltöttem Magyarországon, ez alatt a 30 év alatt azért megszenvedtettek rendesen, mert rengeteg kéretlen véleményt, rengeteg kéretlen kritikát, és rengeteg kéretlen hozzászólást és beszólást kaptam. Ami az érdekes így visszagondolva, hogy szakmailag soha nem tudtak belém kötni. Tehát azt soha nem tudták mondani, hogy szarul van kiszabva az ujja, meg nézd már, hogy áll az a szoknya, milyen előnytelen, mert ahhoz kellett volna szakmailag valamit tudni, de azt nem tudott, csak véleménye volt, egy másodperc mindjárt kérdezhetsz. És noha tudom, hogy ez egy beszélgetős műsor, nem egy monológ, de azért elmondom. És jó, csak ezt tudnod kell, hogyha velem beszélgetsz, akkor te hallgatsz. Jó, és tudnod kell, hogyha velem beszélgetsz, akkor kérdezek. Szóval, de várom te. Igen, és aztán utána a divatbemutatók rendezésén, és gyakorlatilag az összes nyugati nagy cég nálam landolt, az én ügynökségemnél landolt. Igaz, hogy volt egy párizsi múltam, de akkor is ugye, amikor Magyarországra érkeztek ezek a különféle nagy nyugati cégek, velem rendeztették a sót, nem azzal, aki nem látott még közelről divatbemutatót. Tulajdonképpen a könyveimről is, már a második, harmadikról nem, de az elsőről is úgy alkottak véleményt. Volt, aki úgy alkotott véleményt, hogy 6 oldalt olvasott el belőle, és az nem tetszett neki, és közölte, hogy hát ez micsoda fércmű, és kár volt a papírért. Nyilván sokkal több a rossz ízlésű ember, mint a jó, de azért csak elfogyott néhány szor 10 000 példányban az összes kötet. És hát képzőművészként sem nagyon tudnak belekötni se a technikába, se az arányokba, se a kompozícióba, se a képeim faktúrájába, se a mondani valójába, hanem csak így a felszínen ellebegve valamit böfögnek, ami bántó, ami sértő, ami nem. És azzal az alapvető igazsággal nincsenek tisztában, hogy kussoljál már, ha valamihez nem értesz. Az ízlésed meg annyira egyéni dolog, hogy az a sovány malac felde farkát se érdekli, hogy neked a piros mellett a zöld az konveniál-e, vagy nem. A monológból nekem legalábbis az derül ki, ennyire helyére kerül ez benned. Akkor mégis miért érzem azt, hogy még mindig fáj? Mert van egy gyászmunka. Ez az, amit már tegnap is mondtál. Igen, nekem. Ez egy folyamat, tudod? Mm. Ez egy folyamat, mert akárhogy is van az, hogy te döntesz, azért mégiscsak elhagysz valamit, mégiscsak hátrahagysz valamit, mégiscsak elbúcsúzol 25-30 évtől, mégiscsak elbúcsúzol barátoktól, hiszen ők ott maradnak, te elmész, és persze ma az online világban nagyon könnyű kapcsolatot tartani, de az mégsem ugyanaz, mint telefonálni, hogy nem ugrotok ele. És persze, hát
azért valamit elvettek nekem. Egy jó egzisztenciám volt otthon, ami most is van, meg hát egy ismertségem, és most gyakorlatilag előről kell valamit kezdenem, de ezt nem bánom, nagyon szívesen megteszem, és mindez azért van különben, mert az én habitusom nem tud azonosulni azzal a kommunikációs stílussal, és azzal az egymást cséplő, folyamatosan bántalmazó verbalitással, ami otthon a hétköznapi életben zajlik. A közért pénztárától, az állami ügyintéző helyeken keresztül, a közösségi médiáig. Nekem ez nem tetszik, és engedtessék meg nekem, hogy ez nekem ne tetszedjen, hogy én ezt ne találjam helyén való dolognak, hogy én akkor is kést mártogassak beléd, hogyha te nekem semmit sem ártottál. És mennyire könnyű neked letenni ezt? Mert azért te is oltatlanul egyfajta megmondó ember lettél ott a magyar közéletben, leírtad a véleményedet a divatról, az emberek ízléséről, más egyéb akár sokakat foglalkoztató közéletközeli helyzetekről, történésekről, és ezeket a véleményeket sokan várták, és követték, és kommentelték, stb. Tehát, hogy írtál a VMN-en is véleménycikkeket, a közösségi oldalaidról nem is beszélve. Szóval, hogy ennek a fajta véleménycserének, amit most olyan nehezen éltél meg, vagy élsz meg, annak része voltál. Mennyire könnyű ezt neked letenni, és hogy nem érzed egy picit a saját felelősségedet is? Egy pontosítást tennék, hogy noha úgy tűnhetett, hogy bizonyos közéleti témákban a véleményemet írtam, ez nem minden esetben a véleményem volt, hanem a tapasztalatom. És az életutamból, az élettapasztalatomból kivont egyfajta quintesszencia vagy összegzés. De nem kérdeztem meg, hogy és mondd, te mit szólsz hozzá? Mert én azt gondolom, hogy akkor beszélj, hogyha megkérdezték tőled, hogy az általam elmondattokkal kapcsolatban mi a véleményed. Értem, de hogyha kiteszel egy véleményt, akkor egy olyan Jókai világban Jókai Mórnak is, bocsáss nem, meg. Nem, csak Jókai Mór körül nem volt olyan információáramlás és véleménycsere, hát most egy vélemény diktatúrában élünk, mindenki mondja a magáét, mindenki kritikus, mindenki riporter, mindenki minden. Tudod? Na most figyelj ide, az engedtessék meg nekem, hogy én ezt a fajta világot, amiről most beszélünk, hogy mindenki belepofázhat meg, beleugathat a másik életébe, ne tartsam helyén valónak. Végső soron annyi ember van, akit felhívhatok, és hogyha mindenképpen azt szeretném, hogy ne melegedjen túl a gyomrom, akkor majd a telefonban nekik elmondom. De én nem akarok vadidegen emberekkel beszélgetni, nem érted? Olyan nehéz ezt felfogni? Én ezt értem, hogy csak riporterként nem viselkedem, és felteszem a kérdéseket, amit gondolom, hogy az emberekben is felmerülne. De nem akarok vadidegen emberekkel beszélgetni. Értem. Csak azt látom viszont, hogy ugye van egy zárt csoportod most már, megszüntetted a nyilvános oldaladat, van egy zárt csoportod, ahol az azért... Az is tele van kémekkel állandóan. Ahol azért csak vannak 20x ezeren. És biztos, hogy a 22.000 emberből van 21.800 imádnivaló tündérbogár. De van 200 vérszemétgeci, aki viszont... majd itt lesz egy ilyen jel. Intézzük. Igen. Aki viszont valahogy abban látja biztosítottnak, hogy ne újuljon ki az inkontinenciája, hogy állandóan hol engem baszogat, hol a követőket baszogatja. És ez olyan szinten teszi elviselhetetlenné, tudod, hát most nem kell 1 millió pestis baktérium ahhoz, hogy a pestis elterjedjen, elég abból 20 is. És ez viszont miért olyan akkor módon... Miért törlöd őket? Tehát ez a te csoportod. A te kerted, miért nem gyomlás? Persze, töröljük, de nem azt csinálják, hanem azt csinálják, hogy mondjuk azért van egy zárt csoport, hogy a tartalom belül maradjon, és kiadják a tartalmat. Kifotózza, kiadja, és az egy hosszú idő, tudod, amire rájössz, hogy ki volt az, aki a szabályokat megszegte. Persze, hogy kivágjuk, mint macskát szarni egyetlen pillanat alatt, ez nem is kérdés. Igen.
Igen, de, most, hogy, igen, de hogy igen, a sunyiság is belejátszik ebbe a dologba, vagy mit tudom én, ugye van nem tudom én 20 adminja ennek a 20 000 embernek, mert muszáj, hogy ennyi legyen, mert különben állandóan problémáznak vele. Amúgy különben, hogyha itt egy kicsit jobban beépítem az életemet, nyugi bele, hogy én ezt fél pillanaton belül lesz. Hogyan már? Hát ki a francnak van erre szüksége? Egy fél pillanat alatt lezárom, és miközben baromira sajnálom azokat az embereket, akik megbecsülő, tisztességes érdeklődéssel fordulnak, és ezt megint szeretik félreérteni Magyarországon, hogy persze, mert téged csak dicsérgetni lehet, meg neked szépeket lehet mondani, meg izé, nem, szó sincs róla. De az is engedtessék meg nekem, hogy kitől hallgatom meg a szépet is, meg a csúnyát is. Mert a kisvirágos fantomképű Jucikának a beírására az ívét tudom megrajzolni, ahogy köpök. Hát miből gondolja ő azt, hogy az engem érdekel, hogy Sárrét udvariról, hogy látja az én szakmai előmenetemet? Hát figyelj, onnan, hogy például itt ülünk, és erről beszélgettünk, mert ebben a gyönyörű spanyolországi kisvárosban, ahelyett, hogy arról beszélgetnénk, hogy nem tudom. Igen, na, de mindegy, hát szóval ez is na, benne van, de értem, ez a detoxikálás egy része. Igen, szóval azt látom, hogy azért ennek a folyamatnak még nem vagy a végén. Nem. Ez meg még van benne fájdalom, és ahogy ez minden gyászmunkában van fájdalom, ebben is van még fájdalom. Én egy idős ember vagyok. Már én nem nőttem ebbe bele, ez engem már az időskorom kezdetén ért, ez az egész online világ, meg nem tudom én, ez az amaz, és ez nekem nehéz volt megszokni ezt az indokolatlan, alaptalan, kéretlen bírálatot, és hiába mondtam én azt annak idején is, hogy én nagyon szívesen meghallgatnám a kollekciómmal kapcsolatos véleményét Karl Lagerfeldnek, de Mancika Jucika véleménye kurvára nem érdekel, bocsássanak meg. Ezzel együtt persze ügyetlen voltam és buta, és hagytam, hogy belém hatoljanak, tudod, ezek a dolgok, és ezt nem kellett volna. Ez volt az egyik. Sok energiát vitt el ez a mindenféle tülekedés, mert pont most, figyelj, akárki akármit is mond, érted? Tehát én sikeres ember voltam bemutató rendezőként is, sikeres ember voltam ruhatervezőként is, hát ha csak egyetlen egy adatot teszek ehhez, hogy 14 éven keresztül voltam a művészeti tanácsadója az RTL televíziónak. Tehát azért ez már önmagában egy életműnek, vagy egy pályának elég, hiszen náladnál jobban senki nem emlékszik rá, hogy még az öltözködési kódexet is én csináltam a német verzióból. Igen, tudom, én miattad vagyok szőke. Úgy van. Na, és mennyire jól bejött, nem? Bejött egyébként. Ennyi. Na most, de nem is ez. Akkor utána a könyveim is sikeresek lettek. Persze, hogy bosszantom az embereket. Ráadásul érted, 61 évesen úgy nézek ki, mint egy 40 éves faszi. Hát érted, most ez kurvára bosszantó, hát lássuk már be. Ebben mennyi melód van? Hát figyelj, sportolgatok, nem tudom, próbálok jól táplálkozni, de nem járok plasztikai sebészhez, meg nem tudom, tehát ilyeneket én nem csinálok. Ez van, biztos van ebben genetika is egyéb más, de hogy érted, nem hisztam el, van, jó, van egy kis pocakom, de mindegy, az most már belefér. Nagyobb nyugi. Nem érdekes. És érted? Hát persze, hogy baromira bosszantó. Érted? Hát ez nagyon bosszantó. De lépjünk ezen túl. Ezek hosszú-hosszú, tehát ez egy hosszú folyamat volt. És akkor tulajdonképpen, amikor megszületett az új magyar alkotmány, vagy hogy mondjam, akkor én már annyi évvel ezelőtt tudtam, hogy most hol fogunk tartani. Most arra és akkor az eldőlt, új alkotmányra gondolsz, nem tudom amit most mi a divatos született. Neve, mi hogy hívják? Nem tudom, alaptörvény, de értem, szóval, hogy arra, ami... Igen, amikor az megszületett, akkor én tudtam, hogy én, hogyha ez így marad, akkor én itt nem de szeretnék. De mire gondolsz? Hát például egyetlen egy ilyen nagyon jelentős kitétel volt, ez a családnak a meghatározása, hogy akkor a... nem tudom, nem akarom ismételni, és te se ismételd, mert nem kell ennek reklámot csinálni, aki gondolja, majd utána néz. Tehát, hogy ez én akkor tudtam, hogy ez egy olyan fajta kizárása sokféle embernek, és sokféle lehetőségnek, hogy ez a szűkület sehol se jó, érted? Tehát az nem jó epevezetékben, nem jó vastagbélben, nem jó társadalmi életben, tehát a szűkület az nem vezet sehova. Akkor azt ki lehet mondani, hogy nagyjából akkor fogalmazódott meg ennek a mostani helyzetnek a gondolata? Igen.
hogy egyszer majd, és akkor eltelt pár év, és igen, és akkor ez egyre, és akkor utána azt gondoltam, hogy jó, akkor ezt én nekem nincs három életem erre. Uh-huh. Ez ilyen végtelenül egyszerű. És akkor hogy látjuk, hogy most akkor ez itten milyen irányt vesz ez a dolog. És ez teljesen független attól, mert én nagyon sok mindenről vagyok hajlandó beszélni, én soha nem titkoltam el tulajdonképpen semmit az életemről, de van, amiről nem vagyok hajlandó beszélni, mert nem tartozik se rád, se rá, se rá, se senkire se. Semmi nem titok, de nem tartozik rá. Egyszerűen én egy másfajta nevelést kaptam, vannak dolgok, amiről nem beszélünk. És meg se hallgatom, ha te elmeséled, hogy hogy szokták-e félni a férjeddel, mert nem rám tartozik. Nem érdekel. Na most, és nem rá is, nem rá is. És ne se, senkire se. Jó nevelés alapelve. Viszont én úgy érzem, hogy egy olyan irányzék van, és én ezt akkor is így érezném, ha nem lennék ilyen-olyan, amolyan, emilyen, meg még amolyanabb, meg ilyen származású, olyan vallású, meg nem tudom én micsoda. Én ezt akkor is így érezném, hogy amikor valami beszűkül, valamit ilyen nagyon durva módon és diktatórikusan meghatároznak, és amikor valamit, hogyha valamit jónak kiáltanak ki, akkor kimondatlanul mellette valamit kikiáltottak rossznak is, és én ebben nem akarok már részt venni, érted? Hát most van 10-15 remek aktív évem, most akkor ebbe a hajtépésbe, tehát ezt köszönöm szépen, én ezt így nem... És akkor szeretném. Tehát akkor mondjuk hosszú távon terveztek itt. Abszolút. Abszolút. Én nem fogok már visszamenni. Minek mennék? Hát nyitottunk itt egy galériát, fölkerültem a térképre. Sokkal többet adunk el itt, mint otthon. Ruhatervezéssel nem is akartam már foglalkozni. Nem hiányzik? Nem. Csak már itt a városban jöttünk-mentünk, és azért... Megnézted a kirakatokat, mert ki mutattál a kocsiból, hogy de szép kis ruhák vannak ebben a butikban. Tehát, igen, hogy azért ez vérem válik vízre. Nem. Ez azért bennem van, de tervezőként nem szeretnék már dolgozni. Hát pont tök vicces, mert az egyik ilyen nemzetközi nagy cégnek a gazdasági igazgatója egyébként. Nekem évfolyam társam volt Franciaországban. És néhány évvel ezelőtt találkoztunk teljesen véletlenül, a Plaza Catalunyán, Barcelonában, és hát nem is ismertem meg, hát ő nagyon megöregedett, mindegy, én nem is ismertem meg. Ahogy ezt már hát, hogy ezt már többször apostrofáltuk, igen. És akkor csak utánam szólt az utca, és mondom, jé, Adrien, hát te vagy az, igen, ő az, igen. És hogy mi újság van, stb. És akkor már mondtam, hogy nagy valószínűséggel mi ide fogunk jönni, és akkor mondta, hogy komolyan, ez a legjobb hír, amit mondhattam volna, úgyhogy akár senior designernek, akár designer supervisornak, ennél a nagy nemzetközi cégnél, nálunk is van egyébként több ilyen üzlete, csak ezt nem lehet most mondani, mindegy. Ja, jó, tehát mert már nem megkérdezem, melyik cég az, de akkor nem mondjuk ki? Nem jó. Kell kimondani, okay. Meg nem is akarok én reklámot csinálni senkinek, jó. Csak saját magamnak szeretnék. Jó. Tehát, hogy mindegy, ennyi. Mindegy, egyébként Z-vel kezdődik. Nem, de hagyjuk, igen. Hagyjuk. Na, szóval, hogy mehetnék oda dolgozni, és kiérhetném a tervezői ambícióimat, de én nem akarok, nem. És Magyarország nem hiányzik? Valamennyire, egy kicsit, valami? De azért sok minden hiányzik. Na, de mi hiányzik? Hát például, mikor hazamegyek, mindig hozok túrót, tejfölt, téli szalámit, most például hoztam babapiskótát is, akkor... A festésemhez nagyon fontos az acetonmentes aceton, az például Spanyolországban egyáltalán nincs, úgyhogy azt is otthonról kell hozni. Szóval dolgok. Of course, jó lenne, hogyha az édesanyám itt lenne, és nem olyan távol lenne tőlem, és akkor tulajdonképpen más nem. Azért a köldögzsinór például az írással, az megmarad. Most jön az újabb, az Ara kötet, az Ara harmadik kötet, a trilógia vége, aminek ugye majd mentek haza a bemutatójára, viszel festményeket magaddal, és én... Igen. Tehát, hogy azért ez magyarul írsz,
Igen, az mindig is így lesz, hiszen hiába az beszélsz anyanyelvem. Igen, az azért mindig is így lesz, hiába ez az anyanyelvem. Hát amíg Magyarországon kiadják a könyveket, addig tudok magyarul írni, meg ameddig megveszik az olvasók, ameddig őket ez érdekli. És nyilvánvalóan magyarul fogok írni, hogyha most az elmúlt 30 évet Franciaországban töltöttem volna, akkor franciául írnék már, de ez nem így van. Nem így van. Tehát ez az én anyanyelvem, de hát remek fordítók vannak egyébként, és azért most már történtek elmozdulások, tehát lassanként a hosszú éves folyamatok a külföldi kiadások irányába is beérnek, és akkor valószínűleg külföldön is megjelenik, de a fő csapás iránya az a képzőművészet. És ott pedig nincsenek nyelvi korlátok. Én ezt mondtam mindig, tudod, hogy az én foglalkozásom konvertálható. Köszönjük a vendéglátás, meg hogy beengedtél egy picit ide az otthonodba, meg az életedbe minket. Hát ti vagytok az elsők, és az utolsók. Nem fogunk vele visszaélni, és jó, hogy azért ezt meg tudtuk mutatni, meg jó, hogy jól vagy. Alapvetően sokan mondjuk, igen. Fel kell dolgoznom dolgokat. Szoktam mondani, a világot letakarni nem tudjuk. Egyetlen egy dolgot próbálunk meg, az arcunkat a napba emeljük, mert hogyha a napba nézünk, nem látjuk az árnyékot. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Akkor mi meg elköszönünk. Nekünk jó étvágyat nektek. Nekünk jó étvágyat, nektek meg mindenkinek jó étvágyat. Cukor. Jó étvágyat. Nektek meg köszönjük a meghívást. Jó étvágyat, köszönjük a meghívást. Sziasztok. Nem, mi köszönjük a meghívást. Jó, én köszönöm. Én köszönöm. Sziasztok. Mennyi elismerés az elég? Mennyi elismerés az elég? Van elég? Van olyan? Nekem egyelőre nekem nem elég. Egy jó meditáció után, vagy egy jó séta után, vagy egy jó beszélgetés után, vagy egy jó szex után sokkal jobban tudok teljesíteni, mint amikor zavart vagyok és feldúlt. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.